készültök valamivel a tetkósok éjszakájára? Mármint, hogy koncert lesz, de hogy valami felrobbantjátok gangstát, vagy bármi ilyesmi terv nincs. Az, amit nem bántjuk. Nem bántjátok. Valójában én most készülök arra, hogy megmerjek lenni normális külsővel addigra, így van? Ja, az igaz. Minden koncertünk más, úgyhogy hogy úgy is készülünk valami. Mikor tetováltunk először rendig? Mit gondolsz? Nagyon rossz vagyok az években. De várjál. Mióta van Dárkák? 20 éve biztos. 92. 92. Mi pont 92-ben költöztünk fel Budapestre, és aztán rögtön össze is ismerkedtünk. Igen, akkor pont 20 éve. 20 éve. Úgy, ez volt. Hogy fogjátok kiválasztani a sorsolásból, vagy sorsolással egyben az ilyen tetkósokat? Erről sokat beszélünk, a csapat egyik fele attól fél, hogy bármit csinálunk. Úgyis azt fogják mondani, hogy bunda az egész, előre meg le volt szervezve. Azt az 5 órát egyértelműen az ember olyan emberrel töltené, akivel szívesen tölti az idejét. De ha azt mondod a haverodnak, hogy figyelj már, gyere, tudom, hogy jó bőröd van, jó fej vagy, megcsinálom neked, akkor meg mindenki minket fog basztatni, hogy kamu az egész. Tehát valójában nem tudjuk. Valószínű, hogy mindenki a maga marcerét fogja választani. Akkor spontán lesz az egész. Aha, nálam lényeges az, én ozit szeretnék csinálni, még soha nem csináltam ozi portrét. Hogy valami metal arc legyen. Mindjárt ki az az ozi. Úgyhogy... Akkor ezt tudja, hogy akkor te azzal fogsz... Az egyik az lesz, igen. Aha. A több is lesz? Hát lehet, hogy kettővel készülök, nem tudom. De igazából én a bulira vagyok kíváncsi. Ott maradtok koncert után is? Mindenképp. Jaj, de jó. Töplálok így éjszakára, akkor jó van. Ötös. Nem vagyok így hazamenős. Igen. Fajta. Tegnap beszélgettem lányokkal, lánytetoválókkal. Azok például attól félnek, hogy mi van a csalódott nagyobb százalékkal, akik nem kaptak tetoválást. Nehogy ilyen tömegverekedésbe fajuljon az egész. Nekem eszembe se jutott ilyesmi. Nekem se. Csak hogy ilyenen is gondolkodnak arcok. Jó, hát azért nem csak ez egy dolga vonzó benne, hogy most ingyen tetkó van. Egy jó kis verekedés még belefér. Nem volt még egyik tetováló, amúgy nincsenek.